A koronavírus elleni vakcinát fejlesztő kutatók számítógépeit támadták meg orosz állami hackerek, hogy információt lopjanak a készülő oltóanyagról, állítja a brit, a kanadai és az amerikai hírszerzés. Az Egyesült Államokkal és Kanadával együtt kiadott közleményünkben állítjuk, pontosan tudjuk, hogy az orosz hírszerző ügynökség hajtott végre számítógépes támadásokat, a koronavírus elleni oltást fejlesztő kutatásokat célozva az említett országokban és itt az Egyesült Királyságban is, és ez eléggé megdöbbentő, mondta a brit külügyminiszter Dominic Raab. A britek szerint a támadás nyomai az orosz titkos szolgálathoz köthető APT-29, más néven Cozyber hacker csoporthoz vezetnek. Oroszország ezt tagadja. Az állítás teljes ostobaság, sajnos nincs jobb szó rá, hogy minősítsem. Oroszországban vannak a világ legnagyszerűbb virológusai, nálunk tart a legfejlettebb szakaszban az oltóanyag kifejlesztése, és ez teljesen orosz termék, mondta az orosz parlament külügyi bizottságának vezetője Leonid Slutskij. A brit kormány szerint orosz hekkerek korábban is aktívan megpróbáltak beavatkozni más országok ügyeibe. Abban a helyzetben vagyunk, amikor teljes magabiztossággal állíthatjuk, hogy orosz szereplők avatkoztak be a 2019-es brit választásokba, méghozzá úgy, hogy illegálisan megszerzett kereskedelmi szerződéseket hoztak nyilvánosságra az interneten. Az ügyben jelenleg is zajlik a nyomozás, mondta Dominic Raab, brit külügyminiszter. Már sok ilyen kitalációt hallottam az elmúlt években, és felelősség teljesen kijelenthetem. Oroszország soha nem avatkozott be választásba, semmilyen szinten, semmilyen formában, se elnöki, se parlamenti választásba, sehol a világon, mondta Leonid Slutskij. A 2019-es brit választások idején a munkáspárt vezetője Jeremy Corbyn kereskedelmi iratokra hivatkozva vádolta a kormánypártot a nemzeti egészségügyi rendszer kiárusításával, ám ez sem tudta megállítani a konzervatív párt győzelmét.